Timár János vagyok, Paks az én városom. 1950. január 24-én Pakson, Kossuth Lajos utca, nem tudom hány szám, ott a szülőotthonban. Óvodámat a Köröszt utcai óvodába jártam. Általános iskolát, a Vezerédi általános iskolába, onnan az úgynevezett hármas számú iskola, most azt hiszem Deák Ferenc iskola, az utolsó két évet ott jártam, mert ugyanis Zakát utcában laktunk egészen 62-ig, 62 után költöztünk ki a Kishegy útra, ahol jelenleg is van a szülőiház és a műhely is egybe, és az utolsó két osztályt, a 7-8-at ott jártam már, és akkor utána elkerültem Szekszárdra, a Totévnél voltam ipari tanuló, az 505-ös számú iskolába tanultunk. Költségvetés üzem azt tette ki a szakmai életemnek egy jó nagy részét, ahol a városnak a ügyes-bajos dolgait rendeztük. A lakatos üzemnek lettem aztán a vezetője. Jó, meg azt Pécsen végeztem a Cipernovszkiba a technikumot, és akkor így lettem a műhelynek a vezetője, ott egy 10 évig voltam. De közben voltam katona is 69-től 71-ig. És hát a költségvetés üzem az annyiból volt meghatározó részemről, hogy a két komp tartozott hozzánk, ahova nagy szeretettel jártunk, le a Dunapartra, Gerjenbe, és itt Pakson a jelenlegi kompnak a üzemeltetése is a miénk volt, és azokat javítottuk télen-nyáron, amikor kellett. Édesapám az lakatos és hegesztő volt aztán az élete nagy részén, és mivel mindig dolgozott otthon, hol ezt, hol azt a lakosságnak a szolgáltatását végezte, és akkor sokszor a két keze kevés volt, és akkor az másik két keze meg én voltam. És hát ebből kifolyólag aztán nem csak a kosz ragadt rám, hanem a szakma is. Úgyhogy innen indult a szakmai része, és akkor mivel több helyen is dolgoztam, így elég sokrétű rálátásom volt a vasas szakmára. Az autószereléstől az esztergályozásig, meg hát a lakatos szerkezeti munkák, meg tehát minden, ami a vassal kapcsolatos volt, azzal mindennel foglalkoztam. A műhelyünk az 78 óta megy hivatalosan, és a édesapám az indította a dolgot, és akkor hát annyira föllendült neki a üzlete, hogy aztán egyedül megint csak kevés lett, aztán 86-tól ott vagyok én is. Aztán közben a fiam is megnőtt, azt akkor ő is átjött a műhelybe, ő még az eszébe végzett. Mondhatjuk, az ő a harmadik generáció a Gábor fiam. Volt úgy, hogy mind a hárman dolgoztunk egyszerre. Úgyhogy az egy nagyon hasznos időszak volt mind a hármunknak, de most már én is nyugdíjban vagyok, úgyhogy, de aktív nyugdíjas, úgyhogy a Gábor fiamnak besegítek, de ő viszi az üzletet tovább. 20 éve folyamatosan presbiterkedek, és a ügyes-bajos dolgokat, ami a lakatos vonalon van, azt természetesen én viszem. És az énekkarban is részt veszünk már, vagy 15 éve körülbelül. Úgyhogy ott is már van múltunk, ezt a feleségemmel. Tehát elég nagy közösségi életet élünk, mivel egy nagy családban sikerült benősülnöm, úgyhogy nem
nem csak egy kékkel volt dolgunk, hanem ha összejöttünk, akkor minimum 20 fő. Megalakult a Préslász Tulajdonosok Egyesülete, és a Polgár Zoltánnak a invitálására indult be ez a házi borverseny, úgyhogy, és az tovább fejlődött a Schiller borversenye, és akkor ennek folytán alakult egy Schiller Lótakör nevű csapat, amivel úgy gondoltuk, hogy a Schiller bornak a tovább népszerűsítését a Lótakörrel úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk tovább emelni. A szőlészkedés az meg a apai nagyapámnak volt nagyon sok szőlője, nagyon sok. Úgyhogy ebben a pincébe volt maszárszágtóbor is. Úgyhogy, de hát az már múlté. És akkor, ahogy múltak az évek, a apai nagyapám után, a Feri bátyám, apámnak a bátyja, ő volt aztán a másik nagy borász, és akkor én segítettem neki elég sokat, és akkor megkedveltem én is. Egy az, hogy szeretem is a bort, a jó bort főleg, és akkor elkezdtem én is borászkodni. Van egy kis saját szőlő ott a műhely környékén. 3 borversenyre szoktam általában elvinni a boraimat. A műhely köti a legtöbb időmet, de azon kívül, amikor még fiatalabb voltam, akkor jártunk moziba, mint mindenki. Jártunk át a túlsó oldalra, a strandra, a Skompa természetesen. Úgyhogy hát a Paksváros életemben se voltam máshol, mert ha el is mentem, visszajöttem, úgyhogy nem akarok én máshova menni, jó helyen vagyok én itt.